Gurul, gurul, na mi kell neki születésnapjára? Vegyek neki szép torta? Hova még bacsics? Bacsics? Tudod mit, elviszlek egy koncertre DJ-zni, jó bacsics? Jöjj, de szép vagy! A legszebb vagy, Istenemre mondom! A legszebb vagy! A legis legszebb vagy, more! Kiürült az utca reggelre, Dick! Nemzeti Adó és Nyomozó Hivatal, jaj, de jó, újra kezdődik! Bacsics! A vámhivatal ismét beidézett! Nemzeti Adó és Vámhivatal! Nagyon jó! Jézus Mária! Te Atya Úristen! Jézusom, a riasztó meg nem szól a... Úristen! Nem vittek el semmi, minden újra. Úristen! Na ez mindennek a teteje! És ilyenkor egy szomszéd nincsen kint! Halló! Hát ilyen dolog már előfordult, ma voltak megrongálások, de hogy ennyire minden nap? Minden nap megrongolják az autót? Most rákattantak az autóra! Hogy a kezük törne el nekik, az gipszelnék be őket idáig, hogy csak a nyakuk látszódjon. Így, csak mutogatnának, hogy kérsz vizet, igen, szomjas vagy, igen. Úgy törne el a kezük, az belennének gipszelve az ujjaikkal együtt. Jó, gyerekek, a héten összefújják, kiverik az üveget. Azért álljon már meg a menet, hát hol élünk? Twin Peaksben élünk, hol élünk? Nem hallja egy szomszéd se? Hát hol élünk? A dzsungelba, állatok között! Hát nem szégyeli magát valaki, hogy tönkre teszi a kocsit? Hát ne a kocsit tegye tönkre engemet, lyukadjon ki a talpa neki, aki ezt tönkre tette, eddig ma azt a életbe. Bea! Hát ez nagyon ramatja alapotban van. Ramatja alapotban? Ne ordítsa, nagyon szépen kérlek. Na gyerekek, így ma már tudok menni fellépnie. Így ma már... Mivel megyek el fellépni? De ez ki lehetett? Hát ki lehetett? Mi nem adta be igaza van apadnak? Apadnak 1000%-ig nem ad be, ez van-e? Ha mi? Hát hogy ilyen erre valaki be van rúgva, zup! Ennyi, nem kell ahogy csak egy ittas ember. Nem kell ide ittas ember, én tudom, hogy ki volt! Na jó, engem most lesz telegem! Csak legesi össze, mert én nem most lett telegem, akkor, hogy kiverik ne hordítsa! Azzal mennyi a rendőrségről jelents fel? Amennyiben a rendőr akar közlek is az. Ne idegesítsél hülyeséggel! Ez neked hülyeséggel! Legközelebb, ha tudod mi lesz, jövök haza, valakivel összefekszel az ágyba! Ma legközelebb az lesz, hogy valaki megerőszakol! More, ez még a jobbik eset? A boszkabbu karom nem származik! Nem szégyeled magadot, te! Jaj, gyerekek, azért ez most ma mindennek a teteje. Nem kívánok ma azt nekik, egy jó nagy szorulást kívánok nekik, hogy ne bírjanak vécére menni egy hétig, az pukkadjanak fel. Ilyenkor is jó ízűen eszelt, sajt. Húgy, mi üsseg, mi csamcsogja, mi zsoltja. Tegnap voltam véradalson, nem jó a hemoglobin szinten. Nem jó neked. Hiába vagyok, kövér. Vasi János vagyok. Nézd ma, mi van benne, egy csirkecom vagy. Ja, nem, ma eszek, hagyjam ma, mi van benne. Ehe. Ne, ott a telefonom! Ne, én nem mosok fel. Fúj. Jó van, már is ment az étvágyam, egy csirkeláb. Vedd meg, adja a végén. Vigyázz, győző, elkaplak, ehe. Nem nyúlok hozzá, már a rendőrség akkor elviszi. Vigyázz, győző, elkaplak, ehe. Te szerinted van olyan, mint a Miami helyszínelőben, hogy így lefeszi? Van, ez már nem a Miami helyszínelő, ezt mondtam, hogy ez a Twin Peaks. Új lenyomatot is beteszik hát a... ez nem a Miami helyszínelő, nedgesítsél már a fél, mert komolyan mondom... Új lenyomatot, ne nyúlja hozzá. Csak beteszi abba a gépbe, azt kiadja, hogy kiadja. De gyerekek azért, álljon már meg, amelyet mondom, én most vagyok bele ide a farma magamot, hát álljon már meg, amelyet. Kapjon el! Szégyeljék el magukat. Hát ilyet, hogy nekem csirkelábat küldönek levélbe, de vlamarul enni meg nincs nekik, jobb, hogy megfőzte volna Nokedlinak. Nem, hogy nekem elküld, enni meg nincs nekik, a szomszédba járnak enni. Megyek fel, fekszek le, bejön ki a pánikbetegségem megint. De gyerekek, ma kezdtem kimenni belőle. Ha vegyél be, ma kezdtem kimenni a betegségből, azt itt van én. Állandóan nyugtatózol lefelé, állandóan fel az hegyébe mély tabletát, még jobban beizéljek, behagyjak. Ki tudja, miket csinálsz testénként? Begyógyszerezel engem. A motorom se jó.
A szívem se jó, a motor se jó. Kerül ide! De ne azzal foglalkozzam, ne azzal, hogy hidd fel a megrendelőt, hogy nem tudok menni, hogy nagyon-nagyon bepanikoltam, rosszul vagyok, vagyok. Még le is vagy vetkőzve? Jaj, előbb is könycsösbe buta, de hülye vagyok. Na. Én még hívnám fel a te megrendelődött kény. Kettő. Ha neked olyan probléma van, hogy be vagy pánikolva, vedd be a pánikgyógyszert, meg van ma, fel van íratva, az a dolga, hogy elmulasztja ezt a rohamot. És akkor nyugodtan el fogsz tudni fellépni. A színpadon kiengeded a gőzt, szépen, tombol, szépen leizzadsz magadnak, az jössz haza. Győzőnek a pánik rohamai nagyon kiszámíthatatlanok, és ugyanolyan kiszámíthatatlanok, mint ő. És én úgy gondolom, hogy egy... Ez egy felnőtt emberként azért ezt tudni kéne kezelni. Hogyha ma érzi, hogy valami nem stimmel, akkor azért volt orvosnál, hogy akkor erre van egy orvosság, és akkor azt beveszi. Gyere ma a nyomdosban. Basszus, én tudod, mit csodálkodok? Hogy péntek van, azt nem jött szülni. Ez hol van? Lehet az is beteg. Elkapta azt is a pánikról. Mit kell a lábadnál csinálni? Fél leemelgetedet. Hát meg tudod te ezt magadnak is győzni. Nyomdosban. A gyógyszered hol van? De ki ne törd! Ki ne törd! Na, így. Óvatosan, finoman ma érzése. Hát ne tizéd ellenállás! Jaj! Na jó? Lepropog a térded, illet. Jaj. Másikat is? Jaj, másikat is. Istenem. Jaj. Most így kimegy a pánik? Megy kifelé. Jaj. Most azt akarod, hogy én leedzek? Jaj. Mielőtt elmegyek itt horró? Jaj. Hát jó van ma. Jaj. Talán mindig jön a pánik betegség, de ilyenkor, mikor ezt csinál, aki még rá is tesz. De nem értem, felnőtt emberek, csirkecom, összetöröm az autót, így, úgy, amúgy. Hát engem törjönek ma össze, ha jöjjönek, törjönek össze. De. Jaj, Bea. Fordítva kell? Ja, ja. Bea! Bea! Mondjad! Hát figyelj, Sztera! No? Hívd ma a Felemilt, hogy jöjjön le. Legalább nem leszek itt egyedül, ide fekszik melléme. Jó. Szóljon neki, jöjjön le. Vagy nem akarom neked azt mondani, hogy nincs meg az Emil szalma nekem. De internet... Meg amúgy, hogyha neked ilyen izéd van, hogy most te Emillel meg akarod eztet beszélni, akkor kicsit az is old a pánik helyzeteden, hogyha esetleg sétálnál, kisétálnál hozzájuk meg. Paula főz kávét, meg minden. De jó, mit bánom, hogy te nem foglalkozni felhívom őket. Szégyeld el magadot. Szégyeld el magadot, és semmit nem foglalkozol velem. Na mindegy, hagyjuk akkor. Inkább netezzi, mint hogy velem foglalkozol. Ha nem tudok, leállítja mindent. Szia, Emil, én vagyok. Mit csinálsz? Kertben vagy? Gyere ma le. Jó, légy szíves, kéne beszélnünk. Köszi. Gyere. Szia. Elragudjam ma, te mire vagy képes? Arra, hogy engem lehúzogassa anyagilag. Én tudod, mi vagyok neked? Egy pénztargé. Szia, Győzi! Szia, kicsim cső! Szia, azonnal jöttem, ahogy telefonáltam. Mi van vele? Mi történt? Mi ez a dolog, amivel előállt? Megkarcoltak vasamp, őre megkarcoltak vasamp a kocsi. Akkor összefirkaltak, most kiverték az üveget, követnek. Elegem van, elegem van. És mi történt? Elegem van, bepont. Téged is megtalmat? Engem nem. Azért azt egy-két pofon kaphatta volna, mihez tartás véget. Mert? Na, mindegy, csak viccidet. Na figyelj, ide a következő a helyzet. Ezen túl én fogok rád vigyázni. Én leszek a te testőröd. Tudod, hogy én itt most milyen hírem van itt nekem a környéken, igaz? Tudod, tisztában, hogy vele nem hiába hívta engem. Jobb, mint Kevin Costner, a több, mint testőrből. Jobb! Mert Emil nem csak az életét adja, a vérét adja nekem. Ha kell, akkor a vérét adja nekem. Vigyázz, Győzi, elkaplak. Hát ez hogy? Vigyázz, Győzi, elkaplak. Azt a mindenit. Ez volt az autóban? Még mi? Nem az autóban, ez a postalalda. A postalalda. Ez jött a csirkelalban. Ez jött a csirkelalban. Na ezt a csirkelalbat mind fogjuk nekik visszaküldeni, majd én megfőzöm, én átfőzöm nekik. És aki ezen túl hozzád fog érni, vagy téged meg fog sérteni, olyan leszek, mint egy oroszlány, rá fogok ugrani. És az, Horváth Zsolti, tudod ki Horváth Zsolti? Az mehet Horváth Zsoltihoz előkészülődeni, és vásárolhassa magának a halócipőt, halónadrágot, halóruhát. Figyelj, mert azt én kicsi... fogom a te védelmedet garantálni. Most ráérsz, lehet tudsz velem menni, akkor nyírj, hogyha haza. Neked felé. Bármikor ráérek, bármiben segítek, csak hogy ne legyél ilyen. Csak az a baj, hogy most nincs kocsink, akkor fel kell írni Tibit, hogy ráérek. Intézd el, intézi el mindenki. Nincs kocsink. Uh-huh.
Tök jó. Ó, Istenem, annyira ki vagyok én. Komolyan. Nem is sejtett, hogy kik lehetnek ezek? Én tudom, hogy ki ez. Én tudom. Na jó, van, mit akarok mondani, Bea? Vigyázzon magad, ne engedj be, senki kapott zarda. A kutyának ne adj jönni, hagyd legyen éhes. Hogyha idegen bejön, ott van a... Csókol meg még egyszer őt akkor. Na, szia, szívem, szia, jaj, de szeretem őt, mert szeretni fáj. Engem nem csókol meg senki. Jó, van, majd mi a csókolgatunk-e? Ehhez, mert pont elszihazott az én életemből. Gáspár Zsoltika, jé! Gáspár Zsoltika hiányzott az életemből! Gáspár Zsoltika! Gáspár Zsoltika, mert... Kiverték az ablakot. Ha látom, nem vagyok va. Nem vagyok, vagy úgy mindjárt, aki be van kakalva. Ha most mi van itt? Mi volt a baj? Hát Bea. Mi volt a baj? Bea hol van? Itt van Bea. Ha nem verték meg Győzőt, na csak hát nézelek te. Jó, van, nézd, jaj. Hallod? Mi most mit képviselsz ma? Mi volt a baj? Ha látj, hogy ki van törve az üveg, azt mit viccelkedik, hogy nincs bajod? Hát nem engem üttek le, bár csak engem üttek volna, nyattam volna neki kolyat, hogy maradtak volna két napig. Fea, azt hagyd benne, majd beviszem a benzinkódba. De nem lesz semmi bajod, Győző? Hát látod, hogy nem lesz, mert cipővel van. Itt ültél elő? Hát most ez tiszta, Dilino. Aludtunk, more, aludtunk este. Azt reggel, mire jöttem ki a levelekét, találtam egy törött autót, meg találtam egy csirkecombos izét. Itt van, itt van. Csirkecomb, csirkelabba. Meg a levelet neki, ezt én meg handarab kutyán benne. Hát ez izé, mit tudom én honnan, mert a kutyinamancitó van marad egy kutya. Na vigyázz, Győző, elkaplak! Vigyázz, Győzi, elkaplak! Na ilyet küldöznek neki. A csirkelab az veszélyt jelent. Veszélyt, mert csak onnan tudom a csirkelabat, mert ez kapar. És ha valami kapar, ott probléma van. Még pláne egy csirkel, de mindig jobb, mintha nyakat küldték volna el. A csirkének a nyaka. Az veszélyesebb lett volna. Nagyon vigyázz! Most hova mennek be? Én vigyázz! Hova mennek be? Ajtót én csukom be, hívj be! Na vigyázz a mora, Emilem! Vigyázz! Ez egy testvérem van-e? A lábat, ezt fogja, hogy addig még beszállom. Ha mi? Szia Győzőm! Jó, mama, menjél ma magadnak! Ne tartsa a ma fel! De megyek én is veletek! Én csukom be, nem te! Ha most nem mindenki csukja be? Én vagyok a testőre, nem te! Na akkor vigyázz, a szemüveged van ma neked is! Mióta testő lettél, Győzik én nekem? Fegyver van? Gumibot! Lézer, nem érünk oda Nyíregyházára! Sziasztok! Szia, Beus! Na vigyázzam a Emilem! Mennyi ma magad! Várjam, Emilem! Ez egy testvérem van, Emilem! Emilem vagy Emilem? Emilkém, vigyázzam a testvéremre! Szia, Zsolt! Jó, oké! Okay. Mit csinálunk? Mert ne csodálkozzál azon, hogyha beadom a vállópert és elvállom, és lesz egy új... Ki vagy? Ezt hallottam, hogy raktalmatta, kérdem, hogy mennyi néz van még. De ne haragudjam, ha miért emelni nézném meg? Akkor mennyi néz meg te? Be van zárva az ajtó? Szerintem. Bejönnünk magad. Sziasztok! Azt a minden, Emil, a szívinfarktust hozod rá. Miért nem nyitok ajtót, ha jövök? Hát egy személyi testőrnek... Itt tudok, én mutatom ugyan. Személyi testőrnek nem nyitok ajtót, na mindegy, lényegtelen. Neked kéne itt. Figyelj, Győző, szia, szia, drága barátom. Hozzád jöttem legfőképpen. Nem aludtam, nem álmodtam, az asszony is tüzel, az egész energiámat rád kell, hogy fejtsem. Következő helyzet, kitaláltam neked egy meglepetés programot. Hajjaj. Szeretek tőle meglepetéseket kapni gyerekkoromban. Sosem felejtem el, harmadik osztályban Farsankor faragót kaptam tőle, illetve ceruzákot is, nagyon meglepődtem. Akkor negyedik osztályban pedig elvitt engem fagyizni, és azt mondtam, hogy wow, hogy lehet ezt még fokozni tőle. Csak egyre kérlek, hogy ezt gyorsan zavarjuk le, mert nincs energiám az asszonyon, és tüzel az asszonyon. Tüzel. Te Emil, ugye nem bordéba viszed? Hát Isten ugye, mencs! Ugye nem bordéházba találtok el? Hát jobb bejárnak, mert bordéház, most legalább tudom, hogy egy testőr, hogy feltételezhet ilyet ő? Mert nem vagyok benne biztos, hogy egy normális programot mondjuk össze tud úgy hozni, hogy abban ne legyen benne valami nő. Aminek Győző örülne, mondjuk. Nem találtam olyan dolgot van, hogy olyan helyre kerültök, ahol nem kéne Emily, nem tudom. De utána jó pénzé minden infót megbeszél. Halljam, akkor hadd létre, hadd is. Jó pénzé minden infót megbeszél. Emily, ne udvaroljam, ma menjünk ma! Na, csókolj meg, azt hagyd menjünk. Ne csókoljon ő meg engem! Most nem. Nem forgatni, gyerünk! Mit csókolj meg? Belekerül nekem egy millió forintom, vagy olyan abszerű vegem, annélkül ki nem merek mozdulni. Nem be, ha találok magamnak egy szép rakit, aki szeret, tiszta szívét. Gáspár Győző vagyok, szerető családot keresek. De ne a pénzemét keressenek! Aki eltűri a biztonságos életvitelemet, a smucik gondolataimat, és az ellentmondás nem tűrő ordításaimat. Köszönöm, tiszteletem. Ebből neked egy darab műcsaládot sem. Semmi nem lesz. Hozok külföldit, aki nem ismer. Most beszélgetek vele átból. Akkor igen messzire kell elmenned. Akkor elmegyek, a szélbusz.
Nem mi lesz, most minek jövünk ide, de azért, szinten. Hogy felvidítsalak, egy kicsit meghozzam a kedvedet. Mindig erről beszélünk, mindig felhozod ezt a témát, hogy a suli, még hogy mik történtek. Hát legyen majd kicsit jobb kedved, ne legyen ennyi. Mondtam, hogy a dolgot azt meg azt rám bíztad, teljes rám tudod magad bízni? Hát abszolút, de nem bízol aludtam, benne? Fáradt vagyok, rosszul bízol vagyok, benne? Fulladozom. Meg fogom oldani, megmutatom neked a sulit, felelevenítsük a múltat. Még lehet, hogy főzök is neked valamit a konyhán, jó? Jó, de, okay. De most ez nincs kedvem, mert muszáj ez. De muszáj, mert akkor így neked meg fog változni a hangulatod, az esztétikad, a személyiséged, még teljesen jobban leszel, oké? Okay? Nekem nem jelentett az iskola semmit. Én akkor negyedik osztályos voltam, én akkor tudtam, hogy Michael Jackson leszek. Mi a francnak kell nekem iskolába járnom, mikor már akkor az osztály közepe voltam? Emlékszel, mikor itt még kisgyerekek voltunk? Emlékszel. Emlékszel erre a rakról, egy is a tiszta fej? Emlékszek. Hi, jó ez a nagy helyen. Hát ezt minek tették ki táblóra, egy is. De én emlékszek rá. Csarót mindig úgy kívántuk rá, hogy sérolájt. Ez is lopkodta hogy... tőled a zsömli? Hát lopkodta, sérolájt. Úgy hittük, hogy a sérolájt, könnyű fej. Ja, könnyű fej. Ja, én azt nem gondoltam volna, Emilio, hogy ekkora leszek. Na, jobb kedved van akkor, hogy ide elhoztalak egy kicsit, nem? Hát jobb kedvem. Gyerünk be osztályba. Akkor volt jó, mikor gyerekek voltunk, sokkal jobb volt, nem voltak gondok. Nem. Ha mi most jó-e? Mi nem jó, de jobban érzed ma magad. Tiszta pánikbeteg vagyok. Az éjszaka kétszer még akarták fullasztani. Két? Ha ki? Ki folytogat? Ha mit tudom én? Beja folytogatok? De adjad ma Béa is, mondtam neki, jöjjön le, éjszak aludjon velem, nincs te pele, fújja meg táj még! E, itt a te termünked, itt a termünked. Aha, ez az. Hú, de azt a mindig. Itt tudod, miután nem voltam itt? Üljünk ma le, ahol ültünk. Várjál, mam. Itt ültünk-e? Mindig itt ültünk. Várjál, mert a fest csörögnek. Gyerekek 88-ba várja, eljátszuk? El, de nem itt ültünk. Itt ültünk-e? Ha jó, itt ültünk. Én ezzel... ide tettem a táskát, de itt is loptad tőlem a ételt, valami őszintén. Na loptam, hadd ne loptam volna. Akkor, na loptad sokszor, meg volt a halva éhen, nagyon sokszor. Hát maradj a szegények, hogy tudnád. Még akkor Arthur is jobban ki volt száradva, mint most. Hát de ti gazdagok voltatok. Mi nem voltunk gazdagok, jómódúak. És az tört fel bennem emlékbe, és az, hogy úristen, miket műveltünk. 4 szorozva 1-jel. Győző, mennyi ez? Erre még képes vagy agyilag, nem? Mert olyan injekciót kapta, hogy most én kíváncsi vagyok arra, hogy még hogy működök a te agy tekervényei. Na, 4-szer 1 mennyi? 4, tanár úr. 4? Igen. Szorozva 17-tel. Azt mondja, hogy kérem a krétát, tanár úr. 17 szorozva 4-jel. 7x4 az 28, leírom a 8-at, maradtam. 93. óra alatt. 1x4, 4, meg 2 az 6. Igen. Az 68, tanár úr. És nem felejtett, tudja. Gyere. Akarsz még egy kis levegőt szívni itt a iskola körül? Én még szeretnék, várja, igen. Várja, álljál meg egy kicsit nekem, jobban itt nekem résen kell lenni, mert nehogy itt valaki... Ja, Emil, ki jön az iskolába? Ki fog... nem kép, most mi van? Most nem képzel, azt hiszed képzelődök? Most te nézel engem bolondnak? Hát de itt ki fog megtámadni minket az iskolába? Hát de nekem vigyáznom kell rád. Na, gyerünk egy kört szívbe, egy iciri-piciri friss levegőt még annyit engedélyezett, jó? Nehogy raduguljon egy mókus, more, ide gyere majd. More, hát de jó van, majd nem fognak megtámadni. Ha egy mókus, ez raduglik, akkor megfúg. Dzsama, more. Na, gyere. Beszélj zöldeket, Istenem, mennyit. Emlékszem, mikor... Mi nem vágjak valaki innen, ha mi neked? Mikor itt sétáltam Beával, azt meg sem mertem fogni a kezit neki, nem mertem neki elmondani, hogy tetszik nekem. Mindig nekem mondtad, hogy én mondjak neki ilyen dolgokat, hogy most hogy van, hogy jó néz ki, meg ilyenek, hogy bejön neked, nem? Akkor kimentem az udvarra, eszembe jutott egy nagyon-nagyon rossz élményem, hogy kijött be egy pettyes ruhába, egy kis pettyes ruhába, és ott tette magát, és akkor Gáspár Győzőt lefikaszt elég komolyan, és nekem az nagyon maradandó élményt adott, hogy 6. ha szakad, én a tiéd, ő az enyém. Aj, ott a sarkon, mintha lett volna már valaki. Jó van, ma ne ijeszgessél ma! Nem, lehet, hogy én ezt egyedül nem is bírom győző. Hát de mit, more, iskolában vagyunk, ki az anyám? Rímeket látok. Hát te ma nem rímeket látsz, rímeket. Rímeket? Igen, rímeket. Lehet, hogy egy degenerált állat volt ott. Na, fejezd ma be! Istenem, el se hiszem. Még egy iciri-pici kis levegőt szívja, hogy az agyad mozduljon vissza a régi kerékvágásba. Emlékszem, hogy jött le Béa itt pettyes ruhába, je? Itt jött le pettyes ruhába, je? Valóta akkor is? Emlékszem, pettyes ruhába jött, azt tettem magat, mondom, szia Béa!
veled nem beszélek, te vagy az osztály legrosszabb tanulója, jó mondom, és mit csinálok veled, mondom, hova tegyelek? Hát megszereztem nehezen. Emeli, hogy Evelyn ma, mindig Evelyn mondok neked, de aj. Akkor is úgy végig azt mondtam. Emil, elmondok neked most egy titkot, senki nem tudja, egyedül Bea tudja csak meg te. Mikor nagyon pánikolok, meg depressziós vagyok, és éjszaka nem tudok aludni, én ide szoktam kijönni. Itt szoktam lenyugodni, mamaéknál. De, én nem hiszed el, pizsamába fogom magam, azt kijövök. Én nagyon, és tényleg csúnya szó, de én szeretek ide kijönni, én itt nyugszom le. Van, aki ilyen, persze. Én egy miatt nem költöztem el innen, a temető miatt. Szeretek kimenni a nagymamámhoz. Annyira feltöltönnek, és annyira meghallgatnak. Oké, van egy feleségem, van két gyerekem, de könyörgöm. Hát mind nem mondatom, mi fizetnem kell. Én szeretek kijönni, de szeretem megosztani a bánatomot. Ők meghallgatnak, nem úgy, mint a feleségem. Gyere majd, én abban a falban nem bízok valami, nehogy valami rád ugorjon, itt az állatok is be lehetnek rád idomítva, annyira rád vannak halva, hogy te esetod kébe. Emil, nyugi, ma ez ide, légy szíves, de légy szíves. De ez ide, ma para. Nem para. Na, most már mondhatod. De Emil, ez ma para, mit mondhatod, csinálsz? Most már nyugi, oké, nyugodjál még. Szeretek kijönni ide relaxálni, szeretek elmondani bánatomat, bajomat. Itt meghallgatják az embert. Hát... Otthon nem hallgatják meg. Nem. Otthon csak akkor hallgatják meg az embert, ha óránként fizetek a családomnak 100 000-et. Azt a mindenit. Akkor otthon beszélhetsz a kutyához is. Hát, jó mondod. Hogy is hívják a kutya? Bazsi. Bazsi. De miért, miért nem mondod el Bazsinak, azt nem tudod fizetni? De ma most Bazsi jár iskolába, DJ lesz. Ezt nem mondod. Elsküszöm, DJ iskolába adott. Nem nézlek, hogy ő lesz DJ Vacsics. Vacsics? Az lesz neki a neve. A DJ Tonka. Nem, Vacsics lesz, DJ Bacsics. Bacsics? Igen, ő fog DJ-zni. Nem hiszed, de tudod, milyen jó, hagyd hallgassam, hogy hogyan tört ki a szívedet a szerepeit. Hát mit tudom, én kijövök, azt akkor el szoktam mondani, hogy már egész nap rosszul voltam, depressziós voltam, tök jó az életem, megkaptam az élettől mindent, de valami hiányzik. Értem. Segítsenek nekem abban, hogy megtaláljam önmagamot, mert én egy roncs vagyok. Egy hát, degenerált, ahogy te mondtad. Én már említettem, nem végül is vagy te degenerált, lehet, hogy szociopata vagy, de egy degenerált nem. Evelyn, ma mindig Evelyn. Emil, mi az, hogy szociopata? Te nem vagy normális, hogy szociopata. A szociopata, kérlek szépen, igen? Azt jelenti, én az testőr képzőn ezt velem különösen megtanítottak, az képes mindenre. Azt mondta, ennek nem számít. Néha téged olyan, de nem akarlak megsérteni, megbantani, távol áll tőlem, de néha ilyen, nem is találok olyan jelzőket, hogy nyilvánítsak, de ebben azt akarom mondani, tehát, hogy univerzális vagyok, voltam a hentesed, most a testőröd, akarok majd lenni a pszichológusod is, mert ma a te gondolataidból én merítek, úgyhogy teljesen át akarok változni. Jó van, nem akarok egy mutáns lenni, mert te sokszor azt sokszor tőled meg vagyok őrülni. Emil, ne a temetőbe csináld ma azt, hogy ki... Jaj, bot, no, már, Emil, okay, nem, te nem leszel mutáns kicsim, te a testőröm vagy. Várja, ma vedd ma, fel, ne fényképezzem valaki. Hát de ki fényképez le? Ne csinálja ma belőlem bolondot, no. Néha, rám jön. No, akkor itt letakarom magam, egy jó lesz. Ha jó, ha. Be a képzeld el, hogy úgy feldobtam a Győzit, hogy mindent elfelejtett, egy szemrebben is. Na, és látom, hogy most már az arca is rendben van, a színe is rendben van. Kérem a fehérje proteint úr, hogy szomat köszönöm. Most nem akarok most majd legközelebb, most nem. Hagy mondjam még azt el, hogy a Győzi annyira bepánikolt még a suliba is sokszor, hogy nekem is rossz volt azt nézni, hogy mennyire bepánikolt. Főleg abban, amikor eljátszottuk a tanul, segítség fogdos, ugye? Ki segítség fogdos? Mi van? De az a, mindegy. Ezek voltak a sztori. Hol voltatok? Ebből a suliba. Suliba. Felelemenítettük a múltat, úgyni. És jobban letettünk? Persze, jobban. Hát azért annak örültem, hogy amikor már visszajöttek arról a nagyon meglepő partiról, vagy nem tudom, meglepetésről, akkor a Győző már nem feküdt, meg nem így nagyon el volt, hanem így szépen csak így leült, és akkor csömbbe volt. Még egyszer fel szeretném hozni azt, mert tudom, hogy már unod. Na ez a nem minden, látom. Mi a kijössz, van, megnézzük ki. Tessék, Emil. Most kicsit bepánikolt. Bepánikolta, elkapta a Győzőt, és te rohamon. Itt maradja! Gyere! Honnan jön ez a hang? Ki ez? Ki vagy? Tedd fel a szemüveget, Emil! Az gyerünk! Hát te most nem kérsz szemüveg, akkor nem látom, hogy ki az. Ki a franc vagy? Te kizoprém barom! Na honnan jön-e? Ki ez? Nem fi? Ma nem fi? Szerintem ma nem fi? Hát ma nem fi? Nincs a vízben, nincs senki, nincsenek benne búvar?
Nem félsz ma? Egyre jobban félek. Azt érzem, hogy ennek nem lesz jó vége. Nem félsz? Na jó. Gyerekek, mi folyik itt? Szaladok ott! Mi van itt? Mit történt már megint? Mit történt már? Szaladtam be, akartam oda! Bolond vagy? Szaladtam oda, ki a boltok! Mi folyik itt? Bolond vagy? Győző, mi folyik itt? Eltörte azt az edényt, amiben az arbat mondtam ma, de beakadtam, beakadtam! Mondtam ma, hogy a testvéred az igazibból bolond, nem normál. De ma arról, hát imájod ma megint, hát megint, imájod, hát ma az ízegyek elgambadott, eltörtem azt, amit mama vett nekünk edényt! Azt hittem, hogy Afganisztánban vagyok a háború közepén. Mindjárt lenyomott a testőre, se kép, se hang nem volt, csak azt vettem észre, hogy a lábamot össze-vissza csavargassak. Zsolti, innen ma téve nem mész haza. Dobti, dobti! Haza! Hajtsd meg! Úgy, adja a dicsa! Gyere, Emil, gyere, segíts! Várja, majd ráugrok én! Nem, na, menj oda! Menjél be egy orrhoz szarada! Gyere be! Ide kell emeled egy orrhoz szarra! Na, befelé! Azen túl én parancsolok neked! Az jó! Menjél támadtok meg te! Menjél ma haza! Testőr én vagyok, menjél haza! Hát te mit gondoltok? Menjél, dicsa!